Város megújítás élő gyakorlatairól faggattuk a műhely résztvevőit, azon koncepció mentén, hogy vajon város megújítás kapcsán milyen részvételi, közösségi részvételi jó tapasztalatok, dilemmák, konfliktusok vannak most jelen kis hazánkban. És nagyon aktív volt a műhelyben résztvevőként megjelenő többsége, amellett, hogy debreceni nagyerdő összefogásról hallottunk, Miskolcról több jó példát hallottunk, például az Avas kapcsán, illetve egy belvárosi, avasi kilátó kapcsán, Újpalotáról szomszédsági ünnep, szerepvállalási problémákkal társítva, illetve közösségi kert ügyeivel kapcsolatosan jöttek információk. Felmerült az, hogy Ferencvárosban nem tér, hanem mint egy virtuális tér van jelen a város megújítás egy eszköze egy közösségi alapítvány formájában. Pécsről is két példa bejött, és nagyon izgalmas volt, hogy az egyik integrációs dilemmákról számolt be, a másik pedig már egy előző műhelyben is megismert közösségi tervezést vázolta, illetve Vekelletelepről nagyon fontos tapasztalatok érkeztek. Feri, hogy látod, hogy a közösségi bevonásban, mint módszertárban gazdag ez a műhely most? Hát nagyon figyelően és nagyon, nagyon türelmesen kell odafigyelni, hogy az ember megtalálja azokat a momentumokat, amelyek itt izgalmasak és szakmailag esetleg érdekesek lehetnek. Ez egy konfliktusokkal teli mezőben zajlik a lakótelepen, ahol sűrű az együttlét az embereknek, nagyon összeérnek a személyes tereik, és nagyon nehéz az elemi szükségleteiknek sem, gyakran meg nem felelő térből kiszakítani őket, és egy kicsit a jövőről, a közösségről beszélni. Tegnap éppen egy ilyen példaként el is mondtam, hogy fölvetődött egy ilyen nagy konfliktussal küzdő két ház közötti együttműködésben, hogy közösségi kert legyen. Nekik csak a közösséghez és a kerthez nem nagyon van sok kapcsolatuk, de ez egy elviccelt állítás, mert persze a dolog valamilyen változást elhozhatott, vagy előidézhetett egy szisztematikus, egy türelmes odafigyelés az emberekben az előítéletek, vagy az első reakciók után esetleg a közös gondolkodásnak az esélyét megteremtik. És igazából most sokkal többről nincs is szó, mint hogy elhitessük be, hogy bebizonyítsuk velük, hogy képesek ilyen nagyvárosi betontengerben élő körülmények között is párbeszédre. Hogy a párbeszédnek milyen kimenetele van, ez nagyon sokféle lehet, és ebben nagyon érdekes, hogy milyen szerepvállalása lehet a segítő szakembernek, anélkül, hogy ő mondaná meg, vagy ő adná a programját ennek a párbeszédnek, hogy tud-e olyan módon helyzetet teremteni, és olyan légkört teremteni, ahol az embereknek bátorságuk és kedvük van elmondani azt, hogy és egyáltalán megfogalmazni a gondolataikat. Ugye törekszünk városi környezetben egy közösségi tervezési jó minták, modellek felsorakoztatására, de az látszik, hogy nagyon akadozva halad évek óta a munkánk. Én azt láttam most, hogy a felsorakoztatott példákban két típusú megközelítés volt jelen. Az egyik, amikor a közösség egy közös probléma mentén kezdett el közösen gondolkozni, és közös megoldási ügyeket hozni, a másik pedig, mikor valamilyen pozitív kezdeményezés mentén, mint egy akció, egy rendezvény, egy ünnep, egy szomszédsági ünnep mentén jöttek felszínre helyi ügyek, és abban próbálunk mi kezdeményezőként cselekvéseket elindítani, és mind a kettő nagyon izgalmas nekem most a műhelyben. Ez egy nagyon fontos tanulság volt, hogy milyen sok irányból megközelíthető egyáltalán a város megújítás. És én azt érzem, hogy nagyon sok munkánk lesz abban, hogy ezt meg tudjuk fogni kicsike módszertani oldalról is, hogy melyik, miért, hogyan, minek a támogatásával történik. Úgyhogy egy izgalmas munka elején tartunk, még mindig én úgy érzem. Hát igen, és azért ez nem egy mozgásokkal, tehát az elején azt mondtam, hogy konfliktusokkal teli tér, az ilyen sűrűn lakott lakótelepi tér, de nem nagyon van az embereknek hite abban a eddigi tapasztalataik alapján, hogy ők kezdeményezők, hogy a változás elindítói lehetnek, és ennek a
kifinomult felszínre hozása, ennek az elhitetése, ez talán egy fontos feladatunk. Uh-huh. Köszönöm szépen a munkát. Én is, hogy elmondtam. És a beszélgetést. Ezeket.